hogy rád találtam, ez talán életem legszerencsésebb momentuma volt, és az, hogy létezel, akár együtt vagyunk, akár távol egymástól, számomra mindig a biztonságot jelenti. Valami egészen különleges személyisége és varázsa volt Gyurinak. A nézők biztosak voltak abban, hogy amikor felkerül a plakátra, hogy rendezte Harag György, akkor itt valami jó, valami mély élményt kapnak. Nagyon kedves volt, hogy minden szerepet előjátszott. Meg volt a műveltsége, az élettapasztalata, bölcsessége, tehetsége. Ember. A nagybetűvel. Ő nagyon mélyen elemezte a szereplők lelkivilágát. Tényleg egy európai szintű nagy tehetség. A saját megújulását tartotta a legfontosabbnak. Az erdélyi magyar színjátszás élő lelkiismerete. Tasnádról hurcolták el az egész családot 1944. májusában. Először a szilágysomlyói téglagyárba, onnan németországi koncentrációs táborokba. Egy évvel később térhetett haza megtörten a tasnádi Hosszú utcába, de egy pillanatra sem vetődött fel benne, hogy akár máshova is mehetne. Színésznek indultam, bár 16 éves koromban már a középiskolában rendezői ambícióim voltak, és rendezgettem is. Egész hosszan kiállt a város magyarsága, és figyelték, hogy érkeznek hosszú idő után újra színészek, magyar színészek jönnek Szatmárra. Látom, hogy egyszer csak a Blincsú integet valakinek, és oda néztem, és Gyuri volt egy rongyos szalmakalapba. A férjem Lohinszky Lóránd, aki sajnos már az égi társulathoz tartozik, évfolyam társak voltak a Kolozsvári Színművészeti Akadémián, akkoriban azt hiszem az volt. Ők nagyon jó barátok is voltak, és amikor az Gyuri ide került Vásárhelyre, akkor én is bekerültem a baráti körbe. Emlékezetes előadások, amelyekben játsztam. 1947-től fűzte szoros kötelék Harag Györgyöt a Kolozsvári Állami Magyar Színházhoz. Színi akadémista növendékként ismerte meg a teátrum nagy színpadát, majd 1975-től főrendezője, később örökös tagja lett a színháznak. A bemutató előtte, nem sokkal, pár nappal, akkor Gyuri azt mondta, most gyertek be. Már nem emlékszem, hogy volt zene, vagy nem volt zene, nem tudom biztosan. Azt mondta, most bejöztök, és a mozgásban lejárjátok azt, ami a szöveg, az énekek éneke. Szinte megfejthetetlen titkai vannak, persze igazán nagy művészet csak szenvedésből születhetik, ő pedig megjárta a poklokat, és a pokolból egy gyermeki lelkű, tiszta, európai szellemiségű, örök, játékos ember lett. Fenséges játéknak fogta fel a színházat. Azt is mondta, hogy túl komolyan vesszük. Korán sem olyan egyszerű ez, mert mindontalan újra és újra beesek én a saját régi csapdáimban, mert sajnos ez egy borzasztó nagy erőfeszítés követel meg az embertől, hogy önmagát újítsa meg. Talán ez a legnehezebb. Nem léphet fel megújítóként, ha előbb nem önmagán kezdik.